Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Következő kísérletben állóvizek parányi élőlényeit vizsgáljuk meg. Ehhez szükségünk van már korábban elkészített csillós, főként papucsállatka tenyészetre. Ezt könnyen elkészíthetjük. Egy főzőpohárba vagy nagyobb edénybe belevágunk szénát, vagy esetleg néhány marék füvet beledobunk, felengedjük vízzel, és várunk néhány napot, napos meleg helyen tárolván. Én ezt már előre elkészítettem, itt van egy szép érett papucsállatka tenyészetünk. Ezt fogjuk most megvizsgálni. A papucsállatkák csillóikkal nagyon-nagyon gyorsan mozognak, ezért a mikroszkóp látóteréből nagyon gyorsan eliszkolnak, ezért, hogy mozgásokat lelassítsuk. Egy pici, már előre elkészített tortazselét készítettem. Picit hígabbnak kell ennek lennie nyilván, hogy ne dermedjen meg teljesen, de remélhetőleg még így is le fogja lassítani a papucsállatkáinkat. Tehát egy icipicit ráhelyezek erre a tárlemezre. Aztán a pipetta segítségével felszippantok egy kis tenyészetet, és egyetlen egy cseppet hozzácseppentek ehhez a zselatinhoz. Majd pedig egy picit összekeverem. Az így elkészített metszetünket mikroszkóppal megvizsgáljuk. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!